Áldott jó reggelt kívánok, kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztus nevében. Arra kérlek benneteket, hogy gyertek hátulról is előre, foglaljátok el a helyeiteket. Elkezdjük az Isten tiszteleti alkalmunkat. Amint látjátok, vannak most vendégeink, és ez azt jelenti, és azt bizonyítja, hogy vannak még csodák. Éppen azért, sajnos még nincs itt az András, remélem, hogy meg fog nem sokára érkezni, de körülbelül már 2 éve szervezzük azt, hogy Budapestről a Skylight gyülekezet le fog jönni hozzánk, és itt együtt leszünk közösségben. Ez most részben megvalósult, mert a lelkipásztor testvér még nem érkezett meg, mert reggelre volt egy elég erős csültörésük, és jelenleg is ennek a kárait hárítja el. De azt ígérte, hogy ha sikerül ügyesen megoldani mindent, akkor lehet, hogy ebédre megérkezik. De a gyülekezet nagy része eljött, és itt vannak, és együtt vagyunk, és hiszem azt, hogy az Úr Jézus is itt van velünk. És ez a legfontosabb, hogy az ő szeretete által tudjunk közösségben lenni. Én hiszem, hogy a gyülekezetnek az egyik leglényegesebb, sok egyéb mellett leglényegesebb feladata a közösségnek a gyakorlása. Hogy tudjuk egymást szeretni, és tudunk egymással együtt az élő Isten felé járulni. Az elmúlt héten volt egy temetésünk, és a temetésen János első levelének a 4. részéből olvastam fel egy néhány gondolatot, amit most szeretnék egy picit megemlíteni. A 16. vers azt mondja, hogy mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és Isten is ő benne. Ez a 2 első gondolat, amit itt mond, ez a kedves János, hogy mi megismertük és elhittük Istennek hozzánk való szeretetét. És egy annyira nagy kincs számomra, hogy van lehetőségünk megismerni Isten szeretetét, van lehetőségünk elhinni és megélni az Istennel való kapcsolatot. És hiszem, hogy ez a mai délelőtt is így tud lezajlani majd, hogy megismerjük Isten hozzánk való szeretetét. A szolgálatot a Skylight gyülekezet fogja végezni, mindjárt jön is egy kedves testvérem, a Géci Laci, aki az alkalmat le fogja vezetni, illetve utána pedig lesz egy közös étkezés, tehát nem kell senkinek elszaladni, bőségesen lesz nagyon sok kaja, tudjuk gyakorolni a közösséget, gyakorolni a szeretetet, és meg tudjuk egymást ismerni. Tehát erre bátorítok benneteket, hogy ne zárkózzunk el egymástól, senki nem harap senkit, se a pestiek, se a kecskemétiek, nem harapunk, tehát tudunk egymással együtt növekedni Isten szeretetében, úgyhogy erre bátorítok benneteket, és kérlek, Laci, gyere, és vedd a kezedbe az alkalom irányítását. Remélem, hogy inkább az Isten szelleme fogja kezébe venni az alkalom irányítását, mert akkor mindannyian jobban járunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a meghívást, hogy itt lehetünk. Pont azon gondolkoztam, hogy vajon 1 éve mondta András, vagy 2 éve, hogy Kecskeméten esetleg lehet egy gyülekezet látogatásunk, mert a Szilárdék meghívtak minket. 1 vagy 2 lényegtelen, az a lényeg, hogy eljött az idő, itt vagyunk, nagyon várjuk, nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, köszönjük a meghívást. Velem kell most, mint konferencié beérnetek, mert tudjátok, az igében meg van írva, hogy élő víznek folyamai ömlenek, csak az a Szentlélekről íratott, nem pedig a vízcsapról, és történt egy kis technikai malőr Andráséknál, és hát nem a Szentlélek víz folyamai ömlenek, hanem a vízművek folyamai. Így nagy vízlapátolásban és szivattyúzásban van otthon. De gondol ránk, nézi az élő felvételt. Szia András, üdvözlünk téged. Sajnáljuk, hogy nem vagy itt. Remélem te is, hogy nem vagy itt. Szóval jó itt lenni közöttetek, és tudjátok, igazából Szilárdon kívül még 1 arcot ismerek itt közületek, de jó itt lenni. Miért? Mert ti is az Urat szeretitek. És jó meglátni azt, hogy bár nem ismerjük egymást, de bennetek is ugyanaz a Szentlélek van, mint bennünk. És ez a lényeg, és ez tesz minket egyé, ez köt minket össze. Úgyhogy nagy öröm van a szívemben, hogy így ismeretlenül, ha rátok nézek, akkor az Isten szeretetét látom. És úgy gondolom, hogy ha szeretjük az Istent, akkor ezt ki is tudjuk fejezni az Istennek. Ki tudjuk fejezni hálaadással az Istennek. Úgyhogy gyertek, dicsőítők, vágjunk is bele. Nem tudom, hogy nálatok hogy a szokás, hogy felálltok a dicsőítés alatt, vagy ültök. Tudjátok, az igében nincs megírva, hogy hogyan dicsőíts, fekve, állva, ülve, ahogy a szívedben benne van, úgy dicsérd az Istent. Ha szeretnél az Isten előtt ugrálni, tedd meg. Ha,
Ha csendben szeretnél lenni az Isten előtt, élvezni az Isten jelenlétét, tedd meg. Egy dolgot kérek. Ne menj úgy haza, és egy dologért imádkozom, hogy ne menj úgy haza, hogy az Istennel ne találkoznál. Mert tudod, itt van az az Isten, aki megváltoztatja az életeket, a szíveket, és itt van annak a napja, hogy ez ma is meg tudjon történni. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk egyet, kezdjük imával az alkalmat, nyissuk meg, hívjuk meg az Istent, hangolódjon a mi szívünk az Istenre, mert igen, Uram, köszönöm azt, hogy megvan írva, hogy ahol ketten vagy hárman egybe gyűlünk a Te nevedben, Te itt vagy. Köszönöm, Uram, azt, hogy Te itt vagy közöttünk. Köszönöm, Uram, azt, hogy a Te Szent Szellemed az ma is munkálkodik közöttünk. Köszönöm, Istenem, azt, hogy megragadhatjuk ezt hittel, hogy Te itt vagy. És köszönöm azt, hogy Te látod a mi szíveinket, látod azt, hogy mi hogyan jöttünk ide. Uram, kérlek Téged arra, hogy mindenkinek személy szerint szólj az életébe a mai napon. Kérlek Téged, Istenem, arra, hogy mindenki, aki ide eljön, Uram, tudjon veled találkozni a Te szellemeddel, és Uram, megvalljuk azt, hogy Te nélküled semmik vagyunk, megvalljuk, Uram, azt, hogy szükségünk van rád, szükségünk van a Te szeretetedre, szükségünk van a Te kegyelmedre, szükségünk van a Te jóságodra, Istenem, mert Te, Uram, Te vagy egyedül a jó, senki más nincs jó, Uram, és ebbe szeretnénk belekapaszkodni, ebbe a kegyelembe, ebbe az isteni jóságba, Uram, erre vágyunk. Vágyunk a Te szellemedre, vágyunk a Te jelenlétedre, vágyunk, Uram, arra, hogy Te megérints ma minket. Az Úr Jézus nevében kérlek. Amen. Sok szeretettel köszöntünk mi is titeket. Én itt nőttem fel Kecskeméten, úgyhogy üdvözlök mindenkit, akivel ismerjük egymást, meg azokkal is persze, akik nem ismernek. Egy igé jött fel bennem, hogy itt az alkalom elkezdődött. János evangéliumának a 15. fejezetében van ez megírva. Maradjatok én bennem, ezt mondja Jézus, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én a tinédzser éveimet itt töltöttem Szilárdéknál, itt álltam szolgálatba, és nagyon sokszor feljött bennem az, mikor már Pestre kerültem a gimi után, hogy Uram, szólj valamit, csinálj valamit az életemben, legyen valami változás. De közben ezt az egy dolgot felejtettem el, Jézusban maradni. És itt azt írja, ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Én mindenképpen gyümölcsöt akartam teremni. Mindenképpen azt akartam, hogy szolgáljam az Urat, szóljon, változzon minden, legyen valami eredmény. De nem jött. Egészen addig, amíg föl nem ismertem azt, hogy Jézusban kell maradni. Mindig várjuk azt, hogy Isten szóljon. Ő szólt. Itt ezt mind olvashatjuk. És ő szól ma is. Szól most is, élő módon. Nem csak a papíron keresztül, de a papírt is megeleveníti, mert ő képes erre. Úgyhogy így dicsérjük őt, és maradjunk meg ő benne. Követ engem, ahová csak megyek. Uram, jó vagy,
Uram, szólj hozzám, s a te beszélted, megújítsa életem. Uram, érj is meg, és a te szellemed betölti a szívem. Kérjük együtt, Uram, szólj! Uram, szólj hozzám, és a te beszélded, megújítsa életem. Uram, érj is meg, és a te szellemed betölti a szívemet. Uram, hogy jó vagy te hozzám, bajjuk meg együtt, dicsérlek szüntelen. A te kegyelmet követ engem örökké, ahová csak megyek. Uram, jó vagy, karod erősen átölel, megtartja én. A te kegyelmet, a te kegyelmet követ engem örökké, ahová csak megyek. Uram, jó vagy, karod erősen átölel, megtartja életem. A te kegyelmed követ engem örökké, ahová csak megyek. Uram, jó vagy, karod erősen átölel, megtartja életem. A te kegyelmed követ engem örökké, ahová csak megyek. Uram, jó vagy, karod erősen átölel, megtartja. Megtartja életem, megtartja, megtartja, megtartja életem. Számít, hol? Nem számít, hol?
Szent énekem, a háztetőkről hirdetem, hogy bennem élsz, bennem élsz. A testem, lelkem, kezedben van biztos helyem, csak benned élsz. Drága mennyei édesatyám, kérlek segíts nekünk, formáld a mi szívünket, és adj nekünk bátorságot, hogy amit most énekeltünk, az igaz legyen. Hogy nem megtartjuk magunknak a jó hírt, hogy a mi testünk, a mi lelkünk, a mi üdvösségünk már a jó kezekben van, a te kezedben van, hanem hadd legyünk bátrak, és hadd mondjuk el mindenkinek, hogy menekülhessen meg mindenki te hozzád. Hogy igaz legyen ez, amit énekeltünk, hogy a háztetőkről hirdetjük a te nagy nevedet, amit te tettél. Itt még falak, reméltem leomlanak, de te sosem hagytál cseppet. Várva a változás, tudod,
látva, hogy győztél már. Uram, te sosem hagytál el. Hisz megígérted. Hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagytál el. Az én már nem tart soká, ígéd a fény soká, szívem möldítsérlek téged. Jézus, tiéd szívem. Énekeljük együtt. Jézus, tiéd szívem, a kerelmet hűséges, a szívemből dicsérlek téged. Hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősséged. Sosem hagysz el! Sosem hagysz el! Hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagytál el. Sosem hagytál el.
Énekeljük együtt. Én láttam már, ahogy te mozdulsz, én elhiszem, hogy újra megteszed ezt, ahol nincs út, egy ösvény nélkül. Én elhiszem, hogy újra megteszed ezt, hogy újra megteszed ezt, hogy újra megteszed ezt, hogy újra megteszed ezt. Uram, hálát adunk. Hálát adunk a te kegyelmedért, a te szeretetedért. Köszönjük, Uram, hogy te utánunk nyúltál. Köszönjük, Uram, hogy megtetted azt, ami kellett, hogy megments. Köszönjük, Jézus, hogy életedet adtad azért, hogy mi éljünk. Hogy nekünk közösségünk legyen az Atyával. Hálát adunk ezért. És nem akarunk erről megfeledkezni. Ezt meg akarjuk vallani. Köszönjük, Uram, hogy ha akkor megtetted, akkor most is megteszed. Most is kihozol minket abból a helyzetből, amiben vagyunk, amiben esetleg szenvedünk. Köszönjük, Uram, hogy te most is szabadítást tudsz hozni. Hálát adunk ezért, Uram. És köszönjük, Uram, azt, hogy megbocsátod a mi vétkeinket. Fölemelsz a mocsokból. Megtisztítasz minket. Köszönjük, hogy velünk vagy, ahogy megígérted. Tudjátok, jó látni azt, hogy az Isten működik, és valóban az Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ahogy ezt énekeltük. És mielőtt drága Kuna testvér, Kuna Tibor testvérem fogja az igét hirdetni, nagyon örülök, hogy ezzel a dallal fejeztük be. Nem volt megbeszélve, de amikor az Isten szellemű működik, akkor úgy minden összepasszol. Készültünk nektek egy-két bizonysággal. Tudjátok, nem azért, mert olyan nagyon szuperek vagyunk, de tudjátok, az Isten az, aki tud győzelmet adni. És az Isten az, aki a mi nyomorúságunkat győzelemmé vezeti. Az Isten az, aki a mi bánatunkat örömmé vezeti. Az Isten az, aki a mi problémánkat megoldással vezeti. És szeretnénk egy-két bizonysággal készülni, hogy igen, mi az, amit tett az Úr. És nem azért, hogy mi ezzel dicsekedjünk, hanem hogy épüljünk egymás hite által. És fogadjátok Ráhel bizonyságát szeretettel. Hát, hogy már Laci is mondta, Bordás Ráhel vagyok, és igazából egy rövid kis szívébresztővel készültem. Mostanában nagyon sok dolog történt így az életemben, sikerült lediplomáznom, és így előttem van a pályám, amit elkezdhetek, és tanítónéni leszek, vagyis vagyok már. És hát ez nagyon nagy mérföldkő az életben, aki valaha tanult, vagy éppen tanul, azt tudja, hogy milyen nagy dolog elérkezni oda, hogy lezárul egy korszaknak a vége. És én valahol háladással, valahol félelemmel a szívemben gondoltam a jövőmre. És amióta lediplomáztam, az már 2 hónapja volt, így próbáltam terelni a gondolataimat arról, ami előttem áll, meg ami mögöttem van. És éreztem azt, hogy egy ilyen feszélyezett állapotban vagyok, és nem nagyon tudom hova tenni a gondolataimat, de úgy voltam vele, hogy inkább elmenekültem tőle, mint hogy foglalkozzam azzal, hogy mi is zajlik bennem. És tegnap megelégeltem ezt, és úgy döntöttem, hogy akkor most rendet teszek a szívembe, meg a fejembe. És hát én ezt úgy szoktam tenni, hogy leülök, és akkor elkezdem írni, ami így jön a gondolataimban. És kinyitottam a diplomámat, és végignéztem a tantárgyakat, amiket tanultam, és potyogtak a könnyeim, mert eszembe jutottak azok a pillanatok, amikor az Isten nagyon-nagyon-nagyon hatalmasan megsegített engem. Amikor olyan szigorú oktatóim voltak, hogy rettegtem még az órákra is bemenni, nem hogy a vizsgákra.
És mégis jó eredménnyel sikerültek ezek a tárgyak. És amikor végignéztem tudatosan az összes tárgyat, akkor így azt éreztem, hogy mérhetetlen hála van a szívemben azért, amit az Isten tett az életemben. És ugyanakkor számba vettem azt is, hogy mik azok a kurzusok, amikben nem fektettem bele annyi energiát, vagy mi az, amit sajnálok ebből az időszakból, és amikor sikerült így rendszereznem, hogy úgy mi is történt eddig, akkor rájöttem, hogy ez jól esik a szívemnek, kicsit megállni, visszanézni, hogy mi történt eddig, és a jó dolgokat úgy számba venni. És aztán mégis úgy ott volt bennem ez a rossz érzés, és gondolkoztam rajta, hogy miért lehet. És aztán rájöttem, hogy valószínűleg azért van ez, mert hogy meg most valami olyan dolog kezdődik el, ami idegen számomra, ami új. És most már tényleg tanítanom kell, és akkor eszembe jutott egy szó a Bibliából, az, hogy Szela. És nem értettem, hogy miért jutott eszembe, úgyhogy gyorsan fellapoztam a Bibliát, hogy megnézzem, hogy miért is pont ez a szó jutott eszembe, és egyébként több jelentést is találtam neki. Az egyik az, hogy ugye egy ilyen zenei szünetet határoz meg, és valahol azt éreztem, hogy nekem most pont arra van szükségem, mint a zenében a szünet. Hogy még kicseng az előző hang, meg az előző akkordok, de már készülünk a következőre. És közben meg ott volt ez a jelentés is, hogy megállni egy pillanatra, és csak hallgatni. Úgy hallgatni, mint a fülünkkel hallgatni. És rájöttem, hogy amikor megállok az életemben, és hogy mennyire szükség van rá, hogy megálljak az életembe, és csak hallgassak. És hogy kicseng az, ami eddig volt, és rendszerezni tudja a szívem, hogy mi történt velem, hogy mit tett az Isten, vagy mi az, amit bánok, és szeretnék másképpen tenni ezután. És várhatom a következőt. És olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy nem nekem kellett rendbe tenni a szívemet, vagy a gondolataimat, hanem az Isten volt az, aki megtette ezt. És amikor a pályámra gondolok, akkor az a gondolat jött fel bennem tegnap, hogy én szövetségese akarok lenni az Istennek. Olyan sok mindent tanultam már a tanításról, a pedagógiáról, de ez egy olyan szakma, amit vagy jól csinál az ember, vagy inkább ne is csinálja. És teljesen az volt bennem, hogy én nagyon-nagyon jó akarok lenni, hogy azok a gyerekek mindent tudjanak, amit tudniuk kell, és ne legyen olyan dolog, ami miatt én nem engedem őket az Istenhez. És eszembe jutott ez az ige, hogy engedjétek hozzám jönni a gyerekeket. És akkor rájöttem, hogy az egyetlen dolog, amit tennem kell, hogy az Istenhez engedem őket. És imádkoztam azért, hogy ne legyen az én türelmetlenségem, vagy ítélkezésem az akadálya annak, hogy ők az Istenhez tudjanak menni. És mondtam az Úrnak, hogy én a szövetségese akarok lenni. Megtettem valamit, itt van egy mérföldkő az életemben, tanultam, de ha ő meg nem áld, akkor nem leszek jó tanító. És én nagyon szeretnék áldott tanító lenni, és imádkoztam azért, hogy az Isten tegye rám a kezét, és ilyenkor mindig elképzelem, hogy az apukám kicsikoromban rátette a fejemre a kezét, és az Isten is ezt teszi, és megáld engem, és ezzel a reménységgel tudok tovább menni. És igazából ezt azért szerettem volna elmondani, hogy bátorítsak mindenkit arra, hogy amikor azt érzed, hogy összekuszálódnak a szívedben a gondolatok, és nem tudod úgy tisztán látni, hogy mi van előtted, vagy mi történt eddig, akkor tedd azt, amit a zenében úgy hívunk, hogy szünet, vagy a Bibliában úgy olvasunk, hogy Szela, és állj meg, és hallgass egy kicsit, és az Isten mindent helyre tesz a szívedben, és nem csak a helyére teszi azt, ami már ott van, hanem reménységet ad a jövő felől. És szerintem nagyon nagy erősségünk az, hogy az Isten még a szövetségesünk is lehet, hogy nem csak a saját részünket kell oda tennünk, és várni, hogy majd valahogy átbukdácsolunk az életünkön, hanem ő szövetségre lép velünk, és adja az áldását arra, ami ezután következik. Ennyi. Foglaljatok helyet, szolgálók, akinek nincs helye, az is. Én is köszöntelek titeket nagy szeretettel, és olyan sok minden van az, amit ilyenkor az ember el tudna mondani, de engedjétek meg, hogy Isten szent lelke az, aki áradjon közöttünk, aztán végezze a dolgát, meg a munkáját, mi megadjuk oda nekik. Azt kértem az előbb, hogy legyen még egy dal a szolgálatom előtt, de aztán, hogy mondtam itt a én barátomnak, hogy mégse,
mert ez a bizonyság az a végső akkordként az én kezdő akkordom. Istennek legyen hála. Meg a Norbi igéje is. Annyi gólt lőttünk már ma, majd a végén meglátjátok, hogy mind oda kell, hogy érkezzen. Arra kell kérjük, hogy álljunk most fel, kérjük Isten áldását az igére, és akkor utána bele is kezdünk. Ha megengeditek, akkor ebbe vezetlek titeket. Mennyi édesatyám, hálát adunk neked, mert gyermekeid vagyunk, és köszönjük Istenünk azt, hogy ezt csak kimondjuk a szavunkban, de ennek a teljes teljességét, az egészségét, ennek a salomját, a békességet, mindenit, amivel benne van az, hogy mi hozzátartozunk, azt meg is élhetjük. Kérlek, Atyám, az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében, hogy legyél te most itt közöttünk, és te Szent Szellemeddel tedd teljesen lágyjá a mi szívünket, hogy be tudjuk fogadni a te igédet. Mindenki, leginkább én, Istenem, de mindenki, aki itt van. Nyitottak akarunk lenni, oda akarunk menni most hozzád, nagyon szorosan oda akarunk férkőzni a te lábadhoz, hogy te súgd a mi fülünkbe. Köszönjük, Uram, hogy annak a kegyelmi idője van, amikor te még halkan beszélsz hozzánk, és majd lesz, amikor egy nagyot kiáltasz, de köszönjük, Uram, hogy mi hozzád tartozunk. Kérlek, áld meg az én testvéreimet, Uram, és azt, hogy tudjunk épülni a mai napon. Tudom, hogy te elkészít tetted ezt, nehogy mi legyünk az akadálya, nehogy mi legyünk a gátja. Hagyj legyünk nagyon könnyen formálható anyagot a kezedbe, és most át is adjuk az életünket, a gondolatainkat, a mostani időnket, és mindent neked, mert hozzád akarunk tartozni. Kérlek, így áldj meg minket az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében, és köszönöm, hogy győzelmet vehetünk ezen az alkalmon, Uram, a gonosz felett, mert nekünk hatalmat adtál arra, ezért minden, ami szent, és a Szent Szellemnek a munkája, annak helye van itt, aminek meg a gonosznak a munkája, azt most kitűjtjük az ajtón kívülre, az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönöm, Atyám, hogy meghallgattál. Amen. Foglaljatok helyet. Mielőtt belekezdenék az igébe, csak annyit mondanék magamról, mert mondták ott, hogy mutatkozzak be. Kuna Tibor vagyok, aki nem ismer. Most dolgozunk testvéreimmel, hogy legyen Budapesten egy nagyon nagy keresztény, első nagy magyar keresztény rádió, és ott is volt egy ilyen meeting, és úgy mutatkoztam be, hogy Kuna Tibor vagyok. 4 éve tudom, hogy Ninivébe kell mennem, el is indultam. Ninive felé, aztán 4 évet gyorsan hajóztam Tarzisz felé, és 3 hónapja újra Ninive felé megyek. Ezt most én nem értétek, de a lényeg az az, hogy abban az időben, amíg Ninive felé utaztam, akkor nagyon sok mindent megtapasztaltam, és ilyen nagyon nagy dolgokat éltem át, és nagyon szükség volt az életemben, hogy Isten 2 kiadós nagy pofonnal a hegyre rakjon. Tehát, hogyha néha ilyen öblös a hangom, az azért van, mert egy nagy halat szedgyomrából beszélek hozzátok, mert még mindig ott vagyok, de Isten az, aki eltervezte az én kiköpetésemet. És soha életemben nem voltam még ilyen, jó lesz, még el akarom nektek mondani. Akkor, amikor nagyon sokat írtak rólam jókat, az nagyon kevés volt, meg sok rosszat, de Isten az, aki megigazít és helyreállít, és ezt nagyon élvezem. Tehát most úgy vagyok itt előttek, egy nagyon boldog ember, lássatok, hogy tele vagyok Istennek a áldásaival. Sose volt még ilyen jó. Ez voltam én, na most jöttök ti meg én közösen. Engedjetek, hogy egyetlen egy igeverset felolvassak nektek. Már ilyen modernek vagyunk, hogy ezt is telefonról csináljuk, de ez a Lukács 10-ben van megírva, abból is csak a 41. verset és a 42-et fogom felolvasni. Maradhattok ülve. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Mindig, amikor az ember ilyen igét hall, akkor egy nagyon nagy problémával kell megküzdenie, hogy nagyjából unásig ismeritek a történetet, és akkor így záródnak be a fülek, mert tudjátok a történet elejét, a végét, mindenki levonta a konzekvenciát, legyen gyorsan vége. Hallottuk már 10 éves korunk óta, 15 éves korunk, 5 éve, rengetegszer. Ezért ennek most már nincs is itt értelme, már le is tudnátok prédikálni. Na, én is így voltam vele. Nekem még van még egy problémám ezzel, amikor kaptam ezt az igét, egy éjszakai hosszas imádkozásban, hogy én nem is szeretem ezt a történetet. Én ezt a történetet nem kedvelem. Ti mondhatjátok, mert ti nagyon-nagyon-nagyon példás életű keresztények vagytok, hogy ilyet nem szabad mondani, de ma még egy párszor le fogtok nyúlni a táskátokba kövekért, hogy megdobáljatok, de hagyjátok, mert a végén lesz. Tehát el ne pazaroljátok itt az elején.
No, én nem szeretem ezt a történetet, vagy nem szerettem, most az egyik kedvencem, de nem szerettem ezt a történetet, és amikor nagyon őszinte vagy, akkor te is úgy vagy vele, hogy azért adj egy pillanatot magadnak, hogy kedvered-e vagy nem. Mert mi a bajunk a történettel? Aki nem ismeri, gyorsan összefoglalom, egy Márta nevű asszony házába bemegy az úr, ő hát elkezd vendégséget csinálni, ott van vele a testvére, a Mária, a Márta süt, főz, forog, szolgál mindent a konyhában, a Mária meg leheveredik az úr lábához, és hallgatja őt. És akkor utána az igét, ha felolvastuk volna, Márta ezen felháborodik, elmegy és azt mondja az úrnak, hogy mit csinál az én testvérem, azt gondoljuk, hogy a húga, de ez nincs megírva, de talán a húga, és jó, bepanaszolja, és ekkor jön ez, amikor azt mondja neki az úr, hogy Márta, kedves Márta, vagy Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevés dolog az, ami fontos, vagy ami számít, igazából csak egy. Na ez a történet. Szóval, miért nem szeretem ezt a sztorit? Azért nem szeretem, mert én úgy gondolom, hogy szerintem a Mártának igaza van. Ha egy magyar népmesékbe képzelnénk bele a történetet, akkor már halljátok, hogy és kijön a cím, ami kiírja, hogy az okos, szorgalmas és a restlány. Nem? Van a szorgalmas, tesz, vesz, csinálja a dolgát, ellátja a vendégét, pattog körülötte, és van egy másik, a restlány, aki leheveredik, és ott ül. És mondhatjuk azt, hogy persze, jön a keresztény válasz, hogy hát az jobb azért az úr neki ad igazat, mert hogy az úrhoz volt közelebb, de azért mélyen belül ott van bennünk, hogy azért nem áll. Tehát az asszony, az ott dolgozik, sűrök, forog. Ha hozzátok, bemegy egy vendég, csak engedd meg magadnak. Ketten vagytok, te meg a nővéred. Vendégül kell látni. Akkor mi történik? Te mély sűröksz, forogsz, és a tesód leheveredik oda, először csak hangosabban dobálra, nem? Vegyem már észre valaki, hogy helyzet van. Aztán dúlfúsz, aztán szóvá is teszed, mert igazad van. Vagyis hát azt gondoljuk, hogy igazad van. Szóval ezért nem szerettem ezt a történetet, mostanában Isten olyan történetekkel vezet a Bibliából, amiben mindig a rossz oldalra állok először. Mindig annak adok igazat. Most én abszolút úgy voltam vele, hogy a Mártának alapvetően igaza van. No, de miért van az, hogy az úr a végén a történetben azt mondja, hogy Mária választotta a jobb részt, tehát hogyha ez egy boxmeccs lenne, nem az, de az úr kihirdeti a győztest a végén, hogy Mária nyert, Márta vesztett ebben a szituációban. Nem kell ezt megtennetek, nem erről szól az ige, de az úr mégiscsak azt mondja, hogy Mária az oké, hát akkor a másik az... Ki kell mondani, az nem oké. Ha a Mária oké, akkor a Márta nem oké. Ha ő jó részt választotta, vagy a jobbat, akkor választotta valaki a kevésbé jót, vagy a nem jót. De miért? Mi a baj a Mártával? Na engedjétek meg, drágáim, hogy egy kicsit belemenjünk ebbe a Márta sztoriba. Nagyon nagy részt ez a történet Mártáról szól, a Mártákról, és egy nagyon kicsit, de lényegesen a Máriákról. Milyen ez a Márta? Na, akkor vegyük sorba. Ha most egy gyerektáborban, egy ifjúsági táborban lennénk, akkor már gyerekek elnáluljanak úgy, mint egy párán. Ha kikérni, akkor mindig szól, na, akkor szedjük össze, hogy milyen a Márta, és akkor zúgnának, hogy szorgalmas. Igen, mint a gyerek színházakban. Igen, szorgalmas a Márta. Na, milyen még a Márta? Házias, köszi, nem volt megbeszélve, de így a házias. Csupa jó dolgokat mondanátok róla. Szerethető a Márta? Igen. Sajnálható a Márta? Igen. Sajnáljuk is a Mártát, szegény Márta, mennyi dolg. Csupa jó dolgot mondunk róla. Szerethető, kedves, szorgalmas, házias, szolgálatkész, kövek még a helyén maradnak, szolgos, csinálni akarja a dolgát, ilyen a Márta, meg mondom még milyen. Idegesítő. Zsizsgő. Zizgő. Ilyen a Márta még. A másikra beszóló. A másikat bántó. A másikat bevádoló. És aggodalmaskodó. És azt külön akartam, ez egy külön fejezet. Mert semmi baj. Szóval olyan... Semmi baj. Tehát olyan a Márta, ami ezeket a tulajdonságok is ott vannak. Zsizsgő,
interruptingo, hogy mondjuk ez egy közbeszakító, beleszól, beleáll, beleduál, még csúnyában is tudnám mondani. Ilyen a Márta. A Márta olyan, mint én. Meg Márta olyan, mint te. Nem. Tudjátok, a gyülekezetekben az úgy van, hogyha két ajtón lehetne bejönni itt először, meg hátul, és egyikre felírják, hogy a Máriák itt jöjjenek be, itt meg a Márták. A Márta ajtó, tudjátok, milyen lenne? Hát senki nem menne arra, nem vállalná be. Mindenki magában a sztori végét ismerve, én Mária vagyok. Ütött kopott lenne a lépcső, meg nem lenne lefestve az ajtó, mert arra nem jár senki. Az a koldus, aki a Márta kapuhoz menne, az éjjel halna, mert arra nem jár senki. Mária ajtóra, meg az egész gyülekezet jön befelé, mindenki jön a Mária kapun befelé, mert mindannyiorra azt gondoljuk, hogy hát tudjuk a sztori végét, hát mi vagyunk a Máriák, ide rá is lehetne tetováltatni, mi Máriák vagyunk. De nem csak azért, mert mondjátok meg Máriának, hogy azt szeretik, hanem azért, mert Mária az az, aki jól csinálta a dolgot. Na de akkor nézzük meg ezt a Mártai ellenvonásokat, mert lehet, hogy csak magamnak prédikálok, de egy Mártát már találtam a helyen, az itt vagyok, az én magam. Na, hogyan is néz ez ki? Azt mondja neki az Úr, honnan tudjuk összerakni a Mártának a jellemét, csak azt, amit az Úr mond róla. Azért szenvedett ebben a Márta-Mária problémában én, meg a kereszténységnek a nagy része, mert a Károli nagyon-nagyon megengedő fordításokat tesz. Azt mondja csak itt az elején, az van benne, hogy foglalatos volt a szüntelen szolgálatban. Hát ez gyönyörű. Hát aki ezt írek, milyen a testvéred? A testvérem foglalatos a szüntelen szolgálatban. Ó, három csillagot neki, mert többet nem tudunk kiosztani. Hát az a legjobb. Nem? Milyen? Márta néni milyen foglalatos a szüntelen szolgálatban. Csupa jó dolgokról, de ezt mondja róla a Károly. Aztán, amikor már az Úr szólal meg, ott már ő se tud a fordításra olyan sokat, de rengeteg dolgot megnéztem hozzá, hogy fordítják most át görögből, meg van egy The Message nevezetű biblia, aki tud angolul, azt használjátok, mert ez zseniális. És abban a következő kifejezést használják, mikor itt mondja róla, hogy milyen, az Úr megmondja Mártáról, hogy milyen vagy, akkor azt mondja az a kifejezés, hogy fasting, az azt jelenti, hogy idegesítően zsizsgő. Már a mostani görögből is, mondjuk a Ruf Tiborék, vagy bárki, aki fordít, azt mondják, hogy alapvetően fontoskodó, aggodalmaskodó, problémáskodó, zsivajkeltő, még ez is benne van hozzá, zaklatott, zsizsgő, idegeskedő. És ha magad elé képzeled a helyzetet, ilyen is ez a Márta, idegeskedik. Azt is mondja neki az Úr, hogy olyan sok mindenért aggódsz, milyen kedves. Olyan sok, mert az ő jellemében, ahogy ez a szolgálatot végzi, az alapvetően idegeskedő. Pedig, és itt jön ez a gyönyörű, kevés dolog fontos. Életem során sok száz kommunikációs stratégiát kellett megalkotnom, meg szlogent is. A legbüszkébb a tavalyira vagyok, mert a Water Wonder Welcome az, az egész világot bejárta, és ez nekem olyan tesz, ez a vizes VB-nek volt a szlogenje. De az, amit Isten egyetlen egy mondatával az Úr bele tud tenni, az egész szakmám összecsomagolhat, de tényleg, az elmehet, mert annyira ügyetlenek vagyunk. Mert ha most magad elé engeded ezt a kifejezést, hogy azt mondja az Úr, hogy Márta, olyan sok mindenért aggódsz, sok, pedig olyan kevés dolog számít, és utána van még benne egy poén, igazából csak egy. Annyira kevés dolog számít, hogy egy sok, amiért aggódtok, amiért aggódok, amin aggódunk, amin zsizsgünk, amin nyugtalankodunk, pedig kevés dolog fontos az életbe, barátai. Nagyon kevés. Igazából egy. Csak egy. Sok, kevés, egy. Ha nem lenne copyrightos, használnám valami kampányba. Sok, kevés, egy. Márta egy tipikus ember, és akkor na most vigyázok, Márta egy tipikus szolgáló. Ő a szolgáló. Annyira lefoglalja a munkája, annyira benne él a szolgálatba, olyan fontos, amit csinál, annyira nélkülözhetetlen a szolgálata, hogy
nincs ideje oda menni az Úrhoz. Nincs ideje oda borulni az Úrhoz. Olyan fontos, amit csinál a mindennapokban, hogy nincs ideje oda menni. Na miért mondom azt, hogy én Márta vagyok, meg ha még valaki Márta, akkor köszönöm, hogy már ketten vagyunk. Mert miért esünk bele a Márta csapdába, és mi történik ott? Ugye, az, hogy te mikor azt mondtad, hogy én keresztény leszek, akkor alapvetően kaptál életet, elfogadtad az Urat, az élettel szolgálatját. Aki úgy gondolja, hogy kapott életet, de nem kapott elhívást, akkor az nincs a helyén. Akkor sem vagy a helyén, ha tudod, csak nem csinálod, de az élethez szolgálat jár. És alapvetően, amikor van jó, akkor sajnos szembe kell néznünk, van gonosz is. Tehát sok keresztény nem vesz figyelmet, nem veszi figyelembe azt, hogy szeret Isten, de az ördög nevét ki ne ejtsd, azt, hogy van sátán, ki nem mond, mert azt mondja, az legjobb, mert tényleg csak egy mesébe tudnánk belerakni. De nem. De nem. Az életünk során az, hogy mi ne Isten akaratába álljunk be, abból rengeteg támadást és félrevezetést kell, hogy átéljünk, vagy nyerünk benne, vagy nem. És sokszor azt gondoljuk, mi keresztények, hogy úgy van az, hogy jó, meg rossz. Na, de ez nem olyan, az ördög nem ennyire bugyuta. Nagyon, nagyon, mindenkinek el tudnék menni a házába szinte, akinek még van ilyen régi karizmatikus és nem karizmatikus gyülekezetekben, van ez a régi rajz, a keskeny út és a tágas út. Szerintem otthon a konyha felett pár helyen még meg is van régi házakban. Az egy nagy becsapás. Hát világos, hogyha így kéne választani, ki az a hülye? Hát ki az, aki azt választja, hogy itt van a nagyon szép, kegyes út, a másikon meg menni kell szerencsejátékozni, meg inni, meg nem tudom, bordélyházba, és akkor megkérdezi, na melyik utat választod? Hát ki az, aki... Tehát ennyire ne nézzük se az ellenségünket, se magunkat ostobának, hogy ez a kérdés. Hogy ezen áll vagy bukik, elmegyek akkor a nagyon rosszat csinálni. Hát persze, hogy nem itt csúszunk meg. Hát nem itt csúszunk meg, hát ez egy 0 kilométeres nem csúszik meg, vagy talán. És akkor úgy nagyon könnyűen elképzelni, hogy vannak a rosszak, tudják, azok nagyon csúnya dolgokat csinálnak, sötétre vannak festve, és egész nap csapatják, és be vannak narkózva, meg egyébként vannak a jók. Hát nem ilyen a különbségtétel. Nem itt kell különbséget. Ha itt kéne, jaj, de könnyű dolgunk lenne. Hát de nem így van. Hát az, aki minket át akar verni, hát az nem ma kezdte. Hát ez nem ma kezdte. Sőt, ha valaki elkezdte, na ő elkezdte. Szóval nagyon résen kell kenni. Nem azon fogunk elcsúszni, hogy jó vagy rossz, és ez ilyen egyszerű. Majd a végén el is mondom, hogy megdöbbenésként, hogy a kereszténységnek nem is az a kérdése, hogy jó vagy rossz. Mert az nagyon egészen más dimenzióba tudod helyezni. Hanem az a kérdés, hogy amit csinálsz, és ez jön a lényeg, hogy Márta meg volt győződve arról, hogy a saját szolgálata az nagyon fontos, még az Úrhoz sem ment oda, mert a szolgálatát kellett végezni, azt csinálom, és még oda se kellett menni. A probléma a sorrendiség. Az, hogy keresztényeként csinálnunk el dolgunkat, kétségen kívül. Csak az a kérdés, hogy csinálod, azt majd valamikor meggondolod, hogy meg kéne hallgatni az Urat, vagy meghallgatod, és megcsinálod. Na nézzük meg azokat, hogy magadra ismerve, magamra ismerve, hogy mikor tudod azt, hogy nem úgy csinálod az életedet, hogy hallgatod, aztán cselekszel, hanem cselekszel valamit, aztán majd. Ennek az első fokmérője a frissesség. Mert ha Isten lábához oda mész, mindig kérni, akkor ő nem fog téged 20 éves történetekkel untatni. Mint te magadat néha, vagy engem. Onnan tudod megnézni, hogy az Úrnál először te meghallgatod-e, és utána csinálod, hogy ilyen kérdéseket tegyél fel magadnak. A bizonyságaim frissek-e? Vagy azt mondom, hogy 6 éve azt tette velem az Úr. A történeteim azok élők-e? Vagy van nagyon régi, nagyon jó, amikor még Ózdon jártam, én Ózdő vagyok, azért mondom. Amikor még Ózdon voltam 16 évesen, és... Több helyen volt, Sanyinak ugyanennyi, de ő nem változik, de nekem sokkal több helyen volt. Mennyire a történeteim, mennyire élők?
A megtapasztalásaim, azt tapasztaltam meg Istentől 1972-ben, 84-ben, 91-ben, 2016-ban, 2017-ben, ezek mind régi történetek. Mind régi történetek. Ha neked, amikor azt mondod, hogy na, akkor teszek egy jó kis ütős bizonyságot, és erre vissza kell menned, az történt fél éve, azt történt egy éve, akkor te nem nagyon voltál a lábánál mostanában. Csináltad a dolgodat? Ó, ne vicceljünk. Hát a rántott hús sercegésétől, ahogy sütötted, betöltötte a gőz az egész konyhát. Csapkodtál, mindent csináltál. Minden rendben volt. De nem voltál az Úr lábánál. Vagy nem eleget. Vagy nem azt csináltad. Óriási csapda az, hogy azt mondja, nekem azt mondta az Úr, hogy ezt csináljam. Jó, mikor? Mikor mondta? Mikor mondta? Tavaly? Mert ma is el tudja neked mondani. Csak kicsit múlva. Azért az vicces lenne, hogyha én, amikor mondtam a gyerekemnek ezelőtt 5 évvel, hogy csináld ezt, és én mindig azt csinálná. Mondom, hogy kicsit kellett vagy picit nőni. Értelemben. Teljesítő képességben. És akkor mi azt gondoljuk, hát Úr azt mondta nekem 1997-ben, az lehet az életedre vonatkozó elhívás, az rendjén van, de mit mondott ma? Tegnap, a lábánál. És ezek nagyon jók, csak tedd fel magadnak a kérdést. Mikor a történetem, mikor a bizonyság, friss, élő vagy nem? És akkor nehogy véletlenül a te régi történeteiddel a Mártának az új történeteit nehogy lefolytsd már. Na, mert nézzük, hogy szerintem ma az egyház Márta szindrómában szenved. Sok baj forrása szerintem a gyülekezetnek az, hogy mi, benne lévő keresztények, mi mártáskodunk. Nehogy azt gondoltam is, hogy Mártát kirogtuk a üdvösségből. Ne. Márta egy keresztény ember ebben az állapotában is a zsizsgő megy az Úrhoz. Nem kérdés. Nem kérdés. Nincsen semmi baj. Nehogy azon múlik, hogy most ő üdvösséget evel. Nem. Ez egy rende. Ott van. Hát nincsen semmi baj. Hiszen, figyeljetek, a Bibliában egy szó sincs feleslegesen megírva. Befogadta. Mert szoktuk mondani. Befogadta az Urat a házába. Tehát ő nem arra vesz, hogy Márta, te, és akkor mondja neki, hogy elfogsz. Dehogy is. Márta olyan szépen bemasírozik a mennybe, hogy csak, na, öröm lesz nézni. Teljes konyhafelszereléssel. Teljes konyhafelszereléssel. Befelé. Megy befelé. Nem ez a kérdés. Nem mondunk senkire károsztató beszédet, mert az üdvességét nem lopjuk el, meg kétséget kejtünk belőle. Az egy tisztességes keresztény asszony. Annyira rendben van, hogy csak ne. Megy a mennybe. Csak Istennek nem az a kérdés, hogy jó vagy rossz. Ezt ma még fel fogom tenni egy párszor. Nem ez a kérdés, hogy jó vagy rossz. Na milyen a Márta? Ez, aki megy a mennybe, tehát, hogy mit csinál? Az első dolog, amikor már megunja, hogy ő szolgál, verejtéke folyik bele a húslevesbe, ő csinálja, megy, az első dolog, amit csinál, hogy az ő testvérét bevádolja. Uram, az én tesóm! Bevádolja. Ismerős? Keresztény egyház gyülekezet. Ismerős? Miért vádolja be? Mert ő dolgozik, keményen, szolgálok, megállás nélkül. Nem hallom a saját hangomat is a zsír sercegésétől, a kávéfőző kotyogásától. Nem tudom, mit csinál, milyen volt a menü. Csinálja, nem? És akkor megelégelem ezt, akkor bemegyek és bevádolom. Na, bezzeg a Norbi, az nem csinál semmit. A Norbi az nem, te Norbi se, de ő Norbi se. Rá nem merek gondolni, csak a mi Norbinkra. Aztán, képzeljétek el, mit csinál, még azt is megengedi magának ebbe az állapotába, nem csak, hogy a testvérét bevádolja, hanem az Urat magát bepanaszolja. Engedjétek meg, kicsit rendre is utasítja. Uram, miért nem csinálod ezt vele? Érted? A mindennek az Urát. Akire nézve teremtetett minden. Meg fog ítélni mindenkit.
vagy egy mikromillimétert látnánk be a teljes valóságába, padlót fognánk itt felve, meg fel tudnánk emelni a fejünktől. Neki azt mondja, hogy Uram, miért nem csinálod jól a dolgodat? Hát miért nem teszel itt rendet? Magát, az Úr Jézust veszi a bátorságot, bátor asszony, vannak ilyenjeink, bátor férfi, hogyha átfelelne, ő megmondja még az Úrnak is, hogy ez is a Mártai lelkület. Ez is a Mártai lelkület. Bevádolja a testvérét. Szegény, na nézzük a Mártát, agyon gyötört, idegeskedik, pattog, zsizseg, akit összenyom a szolgálat. A szolgálatnak a terhe így lenyomja. De ő ebben jól érzi magát. Hát akkor miért nem jön ki? Mert ez a mártír szerep azért az menő. Az az embernek tud lenni. Mert nem ott vagyunk becsapva, hogy most fogunk és elmegyünk nagyon durván kokainozni, hanem ott vagyunk becsapva, hogy a hiúságunkat azt meg lehet-e pöckölni. A büszkeségünket azt meg lehet-e pöckölni. Nem filmajánló, amit most mondok nektek. De érdekes egyébként átimádkozás után megnézni az Ördög ügyvédje című filmet. Azt mondja benne Al Pacino, hiúság, ő játssza az ördögöt. A kedvenc bűnfajtám. A kedvenc bűnfajtám. A legkönnyebb ott megcsúsztatni az embereket. A büszkeség, a hiúság. És én mondok valamit, ami szerintem ma az egyháznak nagy része szenved benne, ez az önigazulás. Önigazulás. Mártának megvolt a győződése arról, hogy neki kérem, igaza van. Kinek van igaza a sztorinak, ha megkérdezéd Mártát? Nekem. Ki csinálja jól a dolgokat? Én. Ki az, aki él, hal az Úrért? Én. Akkor kinek van igaza? Nekem. Ő magának kiosztja az igazságot, és ha te az igazságban jársz, egy kicsit magasabban is mész, hiszen nálad van az igazság, mert másiknál nincs, nálad van az igazság, és az önigazulás, hogy én, mert én szolgálok, mert én teszem, veszem a dolgomat az Úrért, ez bőven elég arra, hogy az utad kapjon egy jó kis gellert. Még egy dolgot nézzük meg a Mártai jellembe, aztán lassan befejezem, átmenjünk Máriára, mert nem bírjátok ezt a Márta sokingot. Mit csinál Márta? Oda megy, és közbevág. Az Úr beszélget Máriával, és ő közbeszakítja. Ismertek olyan embert, aki közbeszakít? Aki közbevág? Méretetlenül idegesítő. Nagyon idegesítő, amikor közbevág. Mondasz valamit, talán benne vagy egy mondatban, és ő közbevág valamit. Nem mész egy kicsit, nem jössz be, nem eszel ezt, nem csinálsz, nem eszel. Így közbevágnak. Mérhetetlenül idegesítő, amikor közbevágnak. Miért vág közbe? Mert türelmetlen. Most én jövök. De van még egy, amiért közbevág. Tudod, mikor szoktam én közbevágni másoknak? És te mikor szoktál közbevágni? Amikor azt gondolod, kapaszkodj meg valamiben gyorsan, mert repülünk még egyet. Amikor azt gondolod, hogy amit te mondasz, az fontosabb. Az értékesebb. Annak nagyobb az igazságtartalma, az erősebb, az a helyén valóbb és időszerűbb. Amikor ezt gondolod, akkor nem várunk itt türelmesen, hogy itt a kevésbé fontosat, a nem olyan igazat, a nem olyan helyén végig várjuk. Amikor közbevágunk, bármilyen beszélgetésben, abból a szent meggyőződésből teszed, hogy amit te mondasz, az fontosabb. A Márta azért vág közbe, mert amit én mondok most, az fontosabb. És amikor magadat azon kapod, vagy valakit a környezetedbe azon kapsz, hogy közbevág, főképp rendszeresen, akkor ebben mindig van egy jó kis önigazulás. Mert amit én mondok, az fontosabb. Családok, életek, szolgálatok mennek tönkre azért, vagy vesztenek utat, mert mindig van valaki, aki magát fontosabbnak gondolja. Az ő mondatát fontosabbnak gondolja, olyannyira, hogy várjunk, már álljunk, most én jövök, én beszélek, ez a fontos. Ez a Márta. Márta jó keresztény? Igen. Márta üdvözöl? Igen. Csak nem azt csinálja, amire azt mondja az Úr neki, hogy a jobb részt is választhatnád, kis pajtás. Mondok nektek két dolgot, vagy két esetet.
az egyiket magamról, a másikat egy Saul nevezetű úrról a Bibliából. Az a kérdés, hogy azt csinálod-e, amit az Úr mond most neked, ez a kérdés az életedben, hogy te úgy élsz-e, amit az Úr mond neked most folyamatosan, mindennaponként, vagy azt csinálod, amit azt gondolod, hogy a szolgálatod miatt tenned kell. Óriási különbség van a kettő között. Én ezelőtt pár évvel kaptam Istentől két talentumot. Ezzel mennyire szolgáljál? Az egyik, az egy nagyon nagy rakás pénz. A másik meg egy nagy rakás hatalom és befolyás. És én úgy éltem az életemet, hogy ezt a nagy rakás pénzt nagyon jól használtam, Isten szerint nagyon jól használtam. És mivel minden dologban, amikor én a saját kereszténységemet mértem, most úgy, ahogy mondom, méregettem, méricskéltem, gondoltam rá, hogy meg kéne mérni, akkor mindig azt mondom, hogy jaj, de jól csinálom a dolgomat, mert a rám bízott talentummal annyira jól bánok, és ez nekem elég volt. Mit csinálok? Sütök, főzök a konyhába. Márta vagyok, végzem a szolgálatomat, olyan embereknek segítek, házat veszek nekik, bármit veszek nekik, ami szükségben van, és én nagyon jól csinálom. Bárki megkérdezi, bárki megláthatja, ez nagyon rendben van. És mivel Isten akkor nekem azt mondta, én ezt elfogadtam, csináltam, csak egy dolgot nem csináltam, nem mentem a küldetést mindig frissíteni. Mert akkor mondta volna, hogy nagyon jól csinálod, de most már eltelt egy kis idő, most már lehetne egy fokkal feljebb lépni. Lehetne egy kicsit beljebb menni. Lehetne egy kicsit közelebb jönni. És azért mondom nektek el az én történetemet, mert az úgy van, ha a talentumodat nem használod, elásod, én elástam a másikat, azt elvette az Úr. Vár sokáig, évekig, halkan súgta a fülembe, csak ez kit érdekel, mert én annyira megvoltam igazulva, hogy én jól csinálom az A talentumomat, hogy a másik talentumomban, nem öröltem semmit, jól elástam, hello, ott van. És milyen Isten azt akarja, hogy ha életet kaptál, szolgálatot kaptál, nem tenkedlenkedsz. Ezért azt mondta, jó fiam, ha nem hallod meg szelíden, akkor meghallod keményen. Fiatalnak a táborról mondtam barátom példáját, katonatiszt, nektek is elmondom, mert nagyon jó, jegyezzétek meg. Azt mondja a fiának, fiam, menj fel az emeletre, pakold össze a szobádat. A gyerek nem indul el. Azt mondja neki, édes fiam, két választási lehetőséged van. Az egyik, felmész a szobádba és összepakolsz. A másik, kapsz egy büdös nagy pofont, felmész a szobádba és összepakolsz. Nincs másik. Ha nem hallod meg Istennek a szelíd szavát, hogy menj, csinálj és pakolj rendet, akkor kapsz 2, 4, 6, nem tudom mennyi, akkor a sallert, hogy a végén összepakolsz. A végén neki van igaza. Azért mondom nektek, hogy jobb meghallani. Én most, akinek még mindig ég az arca a nagy pofontól. Jó nagy. Talán egy fogam is belerepett. Itt a nagyhalnak a gyomrában van időm elmélkedni róla. Jobb lett volna meghallani, de nem tetted. Na, hogyha nagy a csatazaj körülte, mert te meg vagy győződve, hogy azt csinálod, amit mondott neked Isten valamikor, és te azóta nem kérdezed minden nap, akkor te el fogsz tévedni, mint a Márták, mi Márták eltévedünk. A kereszténység lényege, és akkor mosolyom ezeket, nem az van, hogy jót teszel, vagy rosszat, mert ha ennyi lenne az egyszerű, ezt olyan sokan meg tudják mondani, mi a jó, vagy rossz. Ha tévednek, ha nem. Az a kérdés, hanem, hogy azt teszed-e, amit Isten mond, vagy nem. Ez a kettő között. Azért akarom a Saul példáját hozni nektek. Saul, Izrael első királya, felkenve, megáldva, Sámuel kelni fel, megy neki a dolgának, Isten azt mondja neki, odamész, és azokat pedig az utolsó darabig mindenestől kiírtod. Kérdezem én, mi a jó és mi a rossz? Kiírtani egy teljes csapatot, az jó vagy rossz? Olyan mennyire el tudunk bizonytalanodni. Ez jó vagy rossz? Még Isten is meg tudjuk benne kérdőjelezni. Most ez jó vagy nem jó? De nem ez a kérdés, hogy te eldönts, hogy jó vagy rossz. Honnan tudod eldönteni? Ebbe ezt 100 ember megkérdeznénk Kecskemét belvárosában, azt csinálni egy királynak, hogy oda megy és kiírtja a teljes népet, aki az ellensége volt, tessék megmondani, kedves kecskeméti polgár, ez jó vagy rossz? És a 100-ból 1-2 elvetemültet leszámítva, a többség azt mondaná, hogy hát ez rossz.
De nem az a kérdés, hogy jó vagy rossz. Nem ezt kell eldöntened, hanem azt kell eldöntened. Isten mondta, vagy nem. Az összes többi nem számít. Az Úr mondta neked, vagy nem. Nem az a kérdés, hogy jó az, amit csinálsz. Jó. Hát ki a jó? Ki a jó? Honnan tudod, hogy jó? Azt kell zsárni. Nem kell felülbírálni Istent. Ezt nem csinál meg, Uram, mert szerintem ez nem jó. Ezt csinálta a Saul, ó, ezt nem írtam ki, mert ez értékes, ezt megtartom magamnak. Ezt nem fogom, nem, ezt tartsam. Szerintem ez nem teljesen komplett ez a történet, Uram, majd te mondod, hadd nyúljak én ebbe bele, ezt a picikét. Nem kell eldöntened, hogy jó vagy rossz, azt kell eldöntened, Isten mondta neked, akkor csináld, ha nem Isten mondta, ne csináld, a többi nem számít. Na ez a keresztény életünknek a lényege. Na jó, elég ebből, hiszen már annyi volt a Mártából, hogy elfáradtatok. Nézzük meg a dolognak a másik részét. Miért választotta Mária a jó részt? És akkor most üdülünk ebbe a mély, csúnya, nagy, zuhanó repülésből, visszajövünk egy kicsit. Miért választotta azt? Mert ő odament és letelepedett az Úrhoz. Ezt a részét jól tudjátok, mert az ő közelségében lenni jó. De az Úr nem az, hogy üljélet, ne csinálj semmit, hanem mit csinált? Hallgatta, Ráhel, thank you so much a bizonyságodért, hallgatta, mely meg akartam hallani, meg akarom hallani, hogy mit mond az Úr. Ez egy olyan közel meg, hogy a szelíd, lágy, szinte suttogó hallját hallani tudjam. A konyha zaja, hát biztos voltatok, mert az én nagymamám az egy olyan asszony volt, hogy leírhatatlan, tehát egy minden volt. Tehát, hogy egy szimpla vasárnap 4 fogás volt. De amikor megkérdeztük, mi az ebéd, akkor a pörköltöt, meg a rántott húst nem mondtam, mert az abstart járt. Tehát azon kívül voltak a fogások. Csattogott az egész konyha. És az anyukám mondja is, hogy mindig olyan jó volt, csak soha nem tudtam a anyukámmal beszélni. Fel kellett ülni az ágyra, még ő takarított, ott kellett ülni, amíg főzött, de soha nem volt, azt mondja, egy beszélgetésre emlékszek az anyukámmal, mondja az én anyám. Hány ilyen van? A csatazaj, a konyhazaja, a sürgés forrás, a lényegtől emberek elvisz minket, mert a lényege az ott van, hogy oda megyünk az Úr lábához, letelepszünk, és mondja, Uram. És ott felteted a kérdésed, és mondok még egy durvát, nem a válaszok lesznek a fontosak. Ha annyira Isten közelségű, hogy én annyi kérdést ezek mostanában fel, és szeretem, hogy nem a válasz a fontos, hanem hogy ott legyek. Mert az ő bölcsességet az el se tudjuk képzelni. Mert ő jól csinál mindent. Hanem az a lényeg, hogy ott legyek. Nem a válasz, de az ott kell nála lenni. Tehát azt mondja minden Mártának ma az Úr nekem is, hogy na gyere már ide. Na gyere már, hagyd már, tedd már a szűrőkonalat. Gyere már ide, ülj már ide a lábamhoz. Mondani akarok neked valamit. Van egy beszédem veled. Gyere ide. Ugye mikor nem megyünk, nagyon könnyen, amikor nem halljuk, a következő nem fog most prédikálni, mert az még 2 óra, de hogy akkor nem megyünk, amikor nem akarjuk. Amikor a gyerekednek azt mondja, Maja, gyere csak ide, mondani akarok valamit. Ha rendben van a sztoria, és nincs nagyon lefoglalva a játékkal, meg a barátokkal, meg a musicalivel, akkor jön. Meg mikor nem jön, akkor ha le van foglalva, akkor nem jön egyből. Meg mikor nem jön, ha 2 kilométernyi, vagy 2 dekányi, de valami nagy vaj van a füle mögött. Igen, mindjárt megyek, csak de. Amikor baj van a fülednél mögött, tudod, hogy nem rendes, nem kerek a históriád. Valami zűr van, akkor nem mész. 2 hátra, inkább 1 oldalra. Mindegy, csak oda ne kelljen érni. Mert ott tudod, mert az Úr lábánál ott nem lehet varázsolni. Hogy majd azt kidumálod meg bármi ilyesmit. Szépen azt mondja neked. Mint amikor az asszony ment, az egy, mondja neki, menj a férjedhez. És mondja neki, hogy nincs is férjem. Hát én jól tudom. Hogy ez már az 5. pasi, akivel együtt vagy. Az Úr mindent tud. Ott leülni, letelepedni mellé, ott nagy vajjal, nagy ránk égett zsírfoltokkal, nem lehet oda menni. Akkor nem akarunk még menni. De azt mondja Isten neked, gyere már ide, gyere már, ülj le. Na, mondok neked valamit. És ez a legjobb dolga. Ha van közöttünk olyan, aki
nem keresztény még öt, vagy nem Mártaként él a házba, attól elnézést kérek az elmúlt 30 vagy nem tudom mennyi percért. De neked van egy nagyon jó történetem. Aki először befogadja az Urat, az mind Mária. Tehát neked, te még azt mondod, ez a történet téged nem érdekel, mert te nem vagy ebbe a házba még benne. Nem vagy Istennel közösségbe. Nem vagy azon a helyen, ahol van, mert nem is tudod, hogy egyáltalán ő van, vagy hív, vagy mi újság van. Akkor neked azt mondja az Úr, hogy ne gyere be. Fogadj be a te házadba. Én be akarok hozzád menni, így helyesebb. Én be akarok a te életedbe menni. És te azért vagy nagyon-nagyon szerencsés helyzetben, barátom, mert neked nincsen Márta félelmed. Mert aki először befogadja az Urat, az olyan szerelmes, mint a nagy ágyú. Az olyan szerelmes, hogy az nem akar mást, az ott akar lenni az Úr lábánál. Drága keresztény tesók, emlékezzetek vissza az első szeretetekre, bibliai dolgot mondok nektek. Hát az milyen volt? Hú! Na olyan lehetne mindig, ha mennél szépen a lábához, és ott hallgatnád. Aki most készül, vagy fontolgatja azt, hogy belépjen az életébe Jézus, behívja őt, akkor neked nagyon jó, mert te egyből a Mária státuszt fogod megkapni. Mert te neked nem érdekel semmi, semmi nem érdekel, semmi, se zaj, semmilyen zavaró körülmény, csak hagyd lehess Istennél, hagyd lehess az ő lábánál, hagyd legyél Jézusnál közelbe. Na ez a lényeg, mert Mária az egy szerelmes állapot. Ott lenni a lábánál, az egy szerelmes állapot, oda menni. Erre van nekünk szükségünk. Arra a közelségre, amit Istennél tudunk megtenni. Hát nagyon köszönöm, hogy voltatok ilyen kedvesek és meghallgattatok. Most nem teszem fel azt a visszamérő kérdést, hogy hány Márta van itt, mert maradjunk úgy, hogy én. Kedves Máriák, nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Most arra kérlek titeket, hogy álljunk fel. Közben a zenészek azok foglalják el a Mária lelkülettel a konyhájukat. És még az imádkozás után szeretnék nektek egy dolog gondolatot mondani, ami fontos lesz, csak azt szeretném, hogy most imádkozzunk, hogy te saját magadat állítsd Isten elé, és arra az egyszerű kérdésre adjál magadnak választ ebbe az ívába, hogy te ki vagy? Te ki vagy? Ahogy itt vagy, mi van ma benned, milyen az életed, és ebbe a tükörbe, amiben most belenézel, az ige tükrébe, ma meglátod magad. Ha nagyon torz, ne ijedj meg, mert Isten mindent helyre tud rakni. Mindent helyre tud rakni. Ha nagyon, azt gondolod, hogy nagyon messze szaladtál már ettől, és inkább nagy zsivajokat csináltál, meg nagy csapkodásokat magad körül, meg mások körül, csak ne kelljen Isten lábához menni, vagy nem mennél, akkor hagyd el, mert az Úr az hív téged. Legyen benned az a lelkület, hogy te most oda szeretnél menni az Úr Jézus lábához. A legjobb hely a világon. A legjobb hely a világon. Kérjük most az Úrnak egy dalt, és maradj imádkozásban, maradj ebben a lelkületben, hogy tudjon a Szent Szellem dolgozni benned. Olyan nagyszerű dolgokat fogtok kipakolni, amire semmi közöd nem volt hozzá, és nem kellett volna az életedben legyen. Nagyon jó, tedd most le ezeket. Ebben a dalban, amikor énekelsz és imádkozol, engedd el, és Isten annyira fel fog téged szabadítani a Jézus Krisztus lábánál, hogy meg fogod érezni, hogy egy dolog a fontos, egy, hogy ott vagyok-e az Úr lábánál, vagy nem. Egy dolog fontos, hogy ott vagy-e, vagy nem. Sok mindenért aggódtál. Kevés dolog csak pedig, ami számít. És igazából egy, hogy ott légy az Úr Jézusnak a lábánál. Maradj ebben a lelkületben, és engedd, hogy a Szent Lélek az dolgozzon benne. Öröm van házadban, félelmeim
semmivé válna. A trónodnál állva itt nem számít, mit értem el, az összes rangom hirtelen tűnik el. A te trónodnál állva csodáit hallatán megremeg a mely. Királyok ámulva csodálják fenséget a jelenlétedben. Csodállak én a trónodnál állva, a menny és a föld összeér. Újjá lesz minden a te közelségedtől. Minden teremtmény térre húr trónod előtt. Énekeljük együtt, teljes öröm van a házadban. Teljes öröm van házadban, félelmeim semmivé válnak. A te trónodnál állva itt nem számít, mit értem el. Rangom hirtelen tűnik el. A te trónodnál állva csodáit hallatán megremeg a mely. Királyok ámulva csodálják fenséget a jelenlétedben. Csodállak én trónodnál állva, a menny és a föld összeér. Újjá lesz minden a te közelségedtől. Minden teremtmény térre húr trónod előtt. Még egy gondolatot hagyadjak át nektek, de maradjatok ebben az állapotban, mert itt fog szólni Isten hozzátok. Az pedig az, hogy megvan írva, hogy az Úr mondja, hogy az én igám, az boldogító, az én igám gyönyörűséges, attól függ, melyik fordítást nézed, az én igám az örömteli. És ha te abban vagy abban az élethelyzetben, hogy neked nem könnyű az iga, amit viszel, mert nehéz, mert frusztrál az életedben, vagy a szolgálatodban, vagy nyom, szorít, akkor az a helyzet, hogy nem a saját, akkor nem az Úr igáját viszed. Ha téged ez nyom, ha feszít, ha bánt,
ha frusztrál, ha stresszel, ha idegesít téged az az iga, amit viszel a mindennapokban, akkor az az igazság, hogy nem az Úr igáját viszed. Jobb esetben a sajátodat, rosszabb esetben egészen más igáját viszed, amit a nyakadba raktak. Ezért most imádkozzunk is, hogyha úgy érzed, hogy neked le kell tenni az igáidat, akkor nyújtsd Isten felé a kezedet, és tegyük most le be az imádságba, hogy tedd le azt az igát, ami nem az Úr adta neked, mert ha az ő adta, az boldogító. Ha nem érzed a boldogságot, az örömöt, a gyönyörűséget ezzel kapcsolatban az életben, akkor van rajtad egy iga, de az nem az Úré, ezért ezt most tedd le. Ezért Istenem, most imádkozunk te előtted, kérjük téged Istenünk, hogy szabadíts meg minket azokból az igákból, amiket ránk raktak, és nem te raktad ránk, ránk rakott az ellenség, vagy mi magunkra vettük. Nem kéne, hogy rajtunk legyünk, de magunkra vettük. Ezért kérek Istenem most a Jézus Krisztus hatalmas nevébe, vedd le rólunk ezeket az igákat, törd szét rajtunk ezeket az igákat, és hagyj vegyük fel a tiédet, ami boldogító, ami gyönyörűséges, ami örömmel teli. Add Istenem, hogy olyan legyen a te néped, aki amikor a szolgálatát végzi, az életét, a munkáját, a gyereknevelését, a feladatait a szolgálatában, a munkahelyén, bárhol, ahol van, a közösségeiben végzi, az boldogító legyen. Add Istenem, hogy a te igádat hordjuk, és akik most feltették a kezüket, Uram, törd le a régi igát, és add rá a tiedet a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Így dicsérünk téged, így felszabadulva a gonoszság igájától, a saját magunk igájától, véve a tiedet, örömmel állunk te előtted, és várjuk Istenünk a boldogító érzést, várjuk az örömet, mert a te igád ilyen. Azt akarjuk vinni a Jézus nevében. Amen. Páratlan mindenben hűséges, dicsérjük őt, fenséges, irgalmas. Páratlan mindenben hűséges, ő fenséges, irgalmas. Páratlan mindenben hűséges, ő fenséges, ő irgalmas. Páratlan mindenben hűséges, ő fenséges, irgalmas. Páratlan mindenben hűséges, fenséges, ó, irgalmas. Párat hűséges, hűséges, fenséges, ő irgalmas. Páratlan mindenben hűséges, ó, fenséges, ő irgalmas. Páratlan mindenben, jelenlétedben csodállak én. A trónodnál állva, a mennyi és a föld összeér, újjá lesz minden a te közelségedtől. Minden teremtmény térre húr trónod előtt. A jelenléted csodálnak én. A trónodnál állva, a menny és a föld összeér. Újjá lesz minden a te közelségedből. Minden teremtmény térdre húr trónod. Uram, nem akarunk olyan ételt vinni eléd, amit nem kértél.
Legyen meg, Uram, a Te akaratod. Add meg, Uram, minden napra, és add meg a vágyat is, hogy oda menjünk a Te lábadhoz. És ne a rangjainkat soroljuk, kit csapnánk be. Segíts, Uram, kérlek. Teljes öröm van házadban, félelmeim semmivé válnak. A Te trónodnál állva, vajon meg együtt, itt nem számít, mit értem el, összes rangom hirtelen tűnik el. Az égi fény, benned van üdvösségem, szívem téged vár. Kezedben biztonság, melletted élet vár, nem félek többé már. Szent vagy, és egy nap visszatérsz, uralkodsz örökké. Halleluja! Oh. Te vagy az égi fény, de
dicsérjük őt. Nekem te vagy a fény, mindig előttem jársz, jaj, mert tudom, hogy te élsz, és egy nap visszatérsz, uralkodsz örökké, halleluja. Köszönöm neked, Istenem, hogy előttem is, mögöttem is te jársz, hogy a kezedet rajtam tartod, hogy minden lépésem előtted van. És köszönöm, hogy a jövőm benned előbb megszületett, mint ahogy én látnám azt. Köszönöm, hogy megnyugodhatok a szeretetedben, hogy reménységgel töltöd meg a szívemet, amikor a holnap felé nézek. Köszönöm a szelet, ami megelevenít, a te szellemednek a szelét, ami felszárítja a könnyeimet, ami enyhülést ad a lelkemnek. Olyan jó a jelenlétedben lenni. És emlékeztetem ma a szívemet arra, hogy hova tartozik, mert nálad találok egyedül otthonra. Amen. 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 Foglaljatok helyet egy pillanatot, testvérek. Nagyon szépen köszönjük a szolgálatot. Fogunk még énekelni majd egy éneket. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, és Agur kérése jutott az eszembe. Agur kérésének az egyik része azt mondja az Úrnak, hogy táplálj minket hozzánk illő eledellel. És annyira jó az, amikor az Úr úgy táplál bennünket, azt mondja, amire nekünk van szükségünk, és nekünk kell fejlődnünk. És én most nagyon így vagyok ezzel, egy bizonyságképpen szeretném elmondani ezt, meg utána még egy gondolatot elmondok, hogy
Az elmúlt héten, amikor tudjátok, hogy múlt héten gyülekezeti kirándulás volt, és nem volt időm úgy felkészülni, hogy szerettem volna, és egy egészen másféle prédikáció kerekedett ki vasárnap, mint amit én terveztem, vagy akartam volna, és mondták egy néhányon, még engem is megintett a saját prédikációm, és tényleg jó az, amikor Isten szól az emberhez, és akár a lelkipásztorhoz is tud szólni, és akar szólni, és nekem egy jó néhány hónapja van már egy problémám, amin gondolkoztam, hogy hogyan meg miként lehetne megoldani, és éppen a prédikáció előtti napokban el is terveztem, hogy hogyan fogom megoldani ezt a problémát. Én általában úgy vagyok, hogy ha felmerül egy probléma, akkor legalább 3-4 megoldási ötletem már azonnal van. És nem mindig ülök le az Úrnak a lábához, hanem majd megoldjuk a dolgokat. És nagyjából így voltam én is ezzel, hogy akkor hogyan, miként fogom megoldani, és akkor utána leültem ebéd közben, és azon gondolkoztam, hogy ezután a prédikáció után hogy oldjam meg úgy a dolgokat. Tehát, hogyha azt mondom, hogy én az Úrra bízom magam, és ő az én életemnek a kősziklája, akkor hogyan kérjek emberektől segítséget, vagy hogyan kezdjek el az emberekhez fordulni. És annyira jó volt, hogy az Úr szereti, én egy lassabb felfogású gyerek vagyok, és szereti többször elmondani nekem, hogy megjegyezzem a dolgokat, és annyira jó volt, hogy egy másik emberen keresztül is Isten ugyanezeket a dolgokat mondja, hogy jó dolog a sündörgés, jó dolog a előrehaladás, de sokkal jobb az, amikor az ember rábízza magát Istenre, és engedi magát, hogy az Úr azt tegye vele, amit ő akar, és abból lesz áldás, abból lesznek a friss és eleven bizonyságok, amikor azt tesszük, amit az Úr mond nekünk, és arra megyünk, amerre az Úr mondja, és nagyon fontosnak tartom, hogy persze lelkesek vagyunk, szorgalmasak vagyunk, de mindig azt tegyük, amit az Úr mond, és mindig arra menjünk, amerre az Úr mondja. Tehát én Mártaként ezt nagyon meg tudtam hallgatni, és nagyon fontos üzenet volt, és remélem, hogy Mártás lesz az ebédhez, de nem tudom pontosan, majd meglátjuk, de az nem sokára meg lesz. De van még egy komolyabb gondolat, ami úgy bennem van. Most az elmúlt héten kaptam egy ismerősömtől, aki nagyon figyeli a kereszténységet, különböző videókat, és őszintén elszörnyülködtem, és megint csak csatlakoznék ahhoz, amit mondott a kedves testvérem, a Tibi, hogy a kereszténységnek a mai kihívása, az egyik legnagyobb kihívása, hogy nem a jó és a rossz között kell különbséget tennünk, mert az ördög ennél sokkal dörzsöltebb. És nagyon-nagyon sok olyan dolog van a mai kereszténységen belül, amik nagyon-nagyon jónak tűnnek, és ha az ember nem néz igazán a mélyére, simán benyeli. És én azt gondolom, hogy maga az Antikrisztus is így fog eljönni, hogy nagyon jó dolgokat fog csinálni, és azt mondja a Biblia, hogy ha lehet, még a választottakat is el akarja hitetni. És én csak szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy legyünk nagyon éberek ezekben az utolsó időkben. Az elmúlt hétnek a videói, ezt most úgy határoztam, hogy a szerdai bibliaiskolát ezt teljesen ennek fogjuk szállni, ezzel fogunk foglalkozni. A jövő héti tűzkonferenciai előadói közül 3 is szerepel ezekben a videókban, és nem éppen olyan dolgok történnek meg, zajlanak, amik egy keresztény ember számára teljesen elfogadható lenne. Tehát én erre szeretnék bátorítani mindenkit, hogy vigyázzatok. Bármilyen magasról mondanak emberek, bármilyen jó dolgokat, nekünk az életünknek egyetlen egy alapja lehet, az az élő Jézus Krisztus, senki más. És nagyon fontos, hogy bármit teszünk, bármilyen jól csináljuk, a lényeg az, hogy mit mond az Úr. Nem az, hogy mit mond a tömeg, nem az, hogy merre vezetnek bennünket az emberek, hanem mi az élő Úrnak az akarata. És nem az számít, hogy 5000, 10000, 50000, vagy 100000, vagy 50 millióan állnak mögöttünk, hanem az, hogy az Úr akarata megvalósulni az életünkben. Erre szeretnék benneteket figyelmeztetni, aki kíváncsi a részletekre, szerdán fogunk erről részletesebben beszélni. De nagyon-nagyon fontos dolog a mai időkben, nekünk vigyáznunk kell. És nem tudok jobbat, többet mondani nektek, mert nem is akarok, mert mi nem a kárhoztatás ajándékát kaptuk, hogy bántsuk, szídjuk egymást, hanem hiszem azt, hogy felelősségünk, hogy felhívjuk a figyelmünket, meg egymásnak a figyelmét, hogy nekünk vigyáznunk kell ezekben az utolsó időkben, és csak az Úrnak az akarata kell, hogy megvalósuljon. Még egy néhány hirdetés gyorsan, és akkor egy énekkel be fogjuk fejezni. Holnap reggel nem lesz imaóránk, hanem holnap délelőtt egy 9 órától már lehet érkezni mindenkinek a családi napra. Kint leszünk a fehértói táborban. Érdről fognak jönni hozzánk a késő eső gyülekezetből testvérek, ott egy közösségi napot fogunk tartani. Bárki, aki szeretne jönni, mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Egy nagyon jó kis közösségi napunk lesz. Jövő hét szerdán lesz a Biblióra, ahol ezekről a témákról fogok részletesebben beszélni. Illetve ki vannak itt vetítve még a dolgok, hogy hogyan, miként fognak történni. Jövő hét vasárnap Kis József testvérünk fog megérkezni, szintén folytatódik a csodák, mert őt is már egy 2 éve hívjuk, hogy jöjjön, és mindig csúszott, de bízunk benne, hogy ő is meg fog érkezni az Úr Jézusnak a kegyelméből, és most arra szeretnék kérni benneteket, hogy egy bátor, vidám dallal fejezzük be ezt a délutáni istentiszteletet, és Isten nagyon gazdag áldását kívánom a számotokra, és az ebéd pedig a másik szobában itt a hátunk mögött lesz szervírozva, hátra tudunk menni, tudunk beszélgetni, és ráérünk. 12 órakor fog érkezni az ebéd. Kérlek benneteket, addig is használjátok ki az időt beszélgetésre, kapcsolatépítésre. Álljunk fel, és dicsérjük az Urat egy énekkel.
Yeah, 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 yeah.